A kutyáknak meglehetősen jó időérzéke van, ami alatt azt értem, hogy remekül meg tudják tanulni a napi rutint. A napi rutinba pedig többnyire az is beletartozik, hogy a gazdájuk hosszabb, rövidebb időre távozik. Iskolába megy, vásárolni megy, dolgozni megy. Sok esetben ez ugye a nap felét igénybe veszi, kora reggel elmegy a gazdi, késő délután megjön. A legtöbb kutya ehhez hozzászokik, és abszolút semmi fajta stressz jelet nem mutat ennek a távollétnek a során. Esetleg ugye, amikor közeledik az az idő, amikor szokás szerint hazajön a gazda, a suliból, a vásárlásból, a dolgozásból, stb., akkor a kutya elkezd izgulni. Tehát ezt a kutya nagyon jól meg tudja tanulni, tehát az ilyen napi rutin az egyáltalán nincs a kutyának a ártalmára. Most milyen akkor, hogyha valamiféle olyan távollét következik be, hogy hosszabb időre megy el mondjuk a gazda, mert nyaralni megy, iskolai kirándulásra megy, munka miatt el kell utazni, stb. Egy kórházba kerül, bármi, ami miatt nem jön haza időben. Ilyenkor a kutya többnyire egy-két-három napig meglehetősen izgatott állapotban van, hiszen valamiféle rendkívüli dolog következett be, de azt is mondhatom, hogy általában egy jól szocializált és egy, hogy mondjam, normális családban élő kutya ezek után, hogy úgy mondjam, nem aggódik súlyosan többet, hanem hát úgy mondjam, beletörődik abba, hogy most a gazda nem jött haza. Ez nem azt jelenti, hogy utána a kutya nem fog örülni a gazdának, mert örök életére lemondott róla, elfelejtette, stb. De ez az aktív, izgatottsági idő, ez nem szokott túl hosszú ideig tartani. Most még egy dolgot szeretnék mondani, és ez nevetségesen hangozhat. Érdemes a kutyának megtanítani azt, és a kutyával, hogy úgy mondjam, beszélgetni, amikor mondjuk hosszabb időre távozunk. A kutya érzékeli azt, hogy valami rendkívüli dolog történik, nagyon jól érzékeli azt, hogy mondjuk pakoljuk a bőröndünket, olyan ruhákat veszünk elő, amiket nem szoktunk, esetleg mi magunk is izgatottak vagyunk, a családtagok is izgatottak, szomorúak, stb., hogy most hosszabb időre el fogunk menni. És ilyenkor a kutyának el lehet azt magyarázni, hogy kiskutyám, most én hosszú ideig nem leszek itthon, de aztán majd megjövök, félrejtés ne essék, a kutya ezt nem érti. De hozzászokik ehhez a fajta beszélgetéshez, és fel tud készülni arra, hogy most valamilyen rendkívüli dolog fog történni, és jobban fogja tűrni a távol létünket, mint hogyha csak egyszerűen hirtelen lelépnénk előjel nélkül, aztán nem jövünk haza egy hétig.